Mekkora csalódás az iPhone 13? Ebben a videóban át fogunk beszélni 10 plusz egy olyan funkciót, ami szerintem nagyon gáz, hogy kimaradt az iPhone-ból. Az első a notch. Tehát tényleg nagyon király, hogy valamennyivel kisebb lett, 20%-kal, de ezáltal vastagabb is. Arról nem is beszélve, hogy semmit nem kezd vele az Apple, még a akkumulátornak a százaléka sincs kiírva. Tehát igazából tök mindegy, és ehhez képest más gyártók, mint például ez a két éves Samsung telefonomnak is, csak egy nagyon picikek is kivágása van, és ott vannak gyártók, akik már a kijelző alatti kamerákat meg tudnak csinálni ami oké, okay, nem olyan jó minőségű, és nyilván az Apple a legdurvább minőségre törekszik, de hát hogyha valaki, akkor a világ leggazdagabb cége ezt meg kéne, hogy ugorja. És szerintem meg is ugorja, csak ugye kell majd egy iPhone 14, meg egy 15. És hogyha már ott tartunk, hogy maradt tanács, én az elmúlt pár évben Androidot használtam, annak ellenére, hogy a legelső iPhone óta mindegyik iPhone-om volt. És tényleg a Face ID ezerszer jobb, mint ez a sima kamerás megoldás, mint egy Samsungnál. De mi van akkor, hogyha én pont olyan szögbe vagyok, hogy nem tudok ránézni, nem akarok, nem akarok hajolgatni, miért nem raktak be egy Touch id -t? Az új lenyomatra konkrétan az Apple még szabadalmat is adott le, tehát biztos, hogy dolgoznak rajta, és uh, nem tudok rá mit mondani. Ott van a szabadalom, biztos, hogy már legyártották, nem jött idén. Egy érintő képernyőn simán lehetne már a mondom, két éves telefonomon is itt van a képernyő alatt az új lenyomat leolvasó, ami bekerülhetett volna, egyszer lehet, hogy be is fog, de hát most még ezt nem kaptuk meg. Ahogy nem kaptunk USB-c-s csatlakozót sem, hanem még mindig a lightning port van rajta, ezt egyszerűen nem értem, amikor az 5-6-7 éve ide felírom, hogy mióta van. S veleg úgy, hogy képzeld el, hogy az EU ebben az évben korábban megszavazta azt, hogy minden okos telefongyártó, és ez igaz lesz még a tabletekre is, kötelezően USB-C-t kell, hogy használjon. Ennek nagyjából az volt a hátterébe, hogy kevesebb kábel legyen, ezért kevesebb hulladékot termeljünk, és értem, hogy az Apple majd a teljes kábel független és wireless vezeték nélküli megoldásokra megy, amire egy nagyon jó kezdeményezés a MagSafe. Ugye ő nagyon korán hagyta el amúgy a check dugót is, ami már ebben a két évvel ezelőtti Samsungban sincs benne, és az airpods imádom. De könyörgöm, hogyha az ipad van, nem csak a pro de már az iPad air is, a macbook ott van az USB-C, akkor miért nem lehetett berakni már az iPhone 13-ba is? Ott van a technológia is, ez is egy nagyon idegesítő dolog. És el is érkeztünk a következő pontunkhoz, a magsafe amit ahogy mondtam, nagyon jó, hogy kitalált az Apple, és tetszik a vonal, de nem jött Magsafe 2, hanem még mindig a tavalyi konstrukció van, és úgy, hogy most nehezebbek lettek ezek a telefonok, Hát van olyan helyzet, amikor amúgy lecsúszik a megszéfről, és ez, ez, megint nagyon ciki például, hogyha használunk egy megszéf csatlakozós töltőt az autónkba, és valami rászkódik, akkor simán le tud esni. Beadták a szabadalmat, dolgoznak a megszéf kettőn, erre is ott van az FCC bevallás, hogy már szabadalmaztatták ezeket, mégse került be az iPhone 13-ba. Arról nem is beszélve, hogy nagyon lassú a töltése, hát alapból a Lightning kábelnek is lassú a töltése, a MagSafe-nek meg fele olyan a töltése, mint a Lightningnak, ami 15 és 25 watt között van valahol, mind a közben, amikor meg már vannak olyan androidos gyártók, akik meg 100 wattos villámgyors töltést is ö, szolgáltatnak nekünk, de viszonyításképpen ez a két éves Samsung Galaxy Note 10 Plus, ez olyan 25-30 perc alatt maxon van, de egy 10-10 perc alatt már ilyen 60%-on van. Ehhez képest az iPhone-nak Lightning csatlakozóval, tehát nem is a megszép töltővel, 35 perce van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán fél, tehát 50 százalékig fel tudjon tölteni, tehát fele aksi legyen rajta. Értem, hogy nagyon jó lett benne az energiakiasználás és simán nagyon erős használat mellett 5-6-7 órás képernyő használat, videózás, videófogyasztás, bármi mellett is kibír egy napot, de attól még miért nincsen gyors töltés. És hogyha már a gyors töltésnél, meg a töltésnél vagyunk, és a megszéftnél, miért nem tud ugye van ez a reverse charging, tehát amikor az iPhone tölt valamit, és hogyha belekerültek ezek a szuper jó aksik, akkor miért nem lehet az, hogyha mondjuk van egy wireless Airpods tokunk, vagy, az Apple vacsunk, akkor tudnánk azt tölteni visszafelé az iPhone-unkkal. Megint androidos telefonokba ezer éve benne van, miért nem raktad bele Apple? A következő funkció, ami az egyik legnagyobb probléma és visszatartó tényező attól, hogy, hogy megtartsam az iPhone 13 Pro-t, az pedig az Always On Display, ami nem tudom hány évvel elérhető androidos telefonokon, és ebben a néhány napban, közel egy hétben, hogy használtam az iPhone-t, és nem volt nálam a Samsungom, ez volt az egyik legnagyobb probléma, amit éreztem, hogy ezerszer volt hogy mi is van, hány óra van, milyen értesítés sem jött, és nem látom, mert nincsen Always On Display, pedig az Apple Watch tudja. Végre megkapta az iPhone-nak a 13-as verziója a ProMotion, illetve a Pro megkapta a ProMotion display ami azt jelenti, hogy 120 Hz és 10 Hz között adaptívan változik, tehát képes lenne rá, megint ez egy szoftveres limitáció, hogy nincs mindig rajta, az adott információ, minimum mondjuk az óra, vagy a legfrissebb értesítések, ahogy az is amikor használok egy Samsungot, hogy fent látom az értesítés, a legfrissebb értesítéseket, és a notifikációk is a logikusabbak, pont az Apple-höz képest logikusabb egy Android. De igen, és nincs ott az Always on Display, ez szerintem most 2021-ben egy óriási hashtag félkategória, és az Instant Get ellentétje az Instant Not Get, Folytatva a listát, a Wi-Fi 6e szabvány sem került bele, pedig például a Samsungnak a Galaxy S21 Ultra-ba belekerült, ami 2021. januárjában jelent meg, tehát 9 hónapja. És ugyanez a helyzet a Bluetooth-nak az 5.2-es verziójával, ami a 21 Ultra-ban benne van, és olyan előnyökkel bír, mint hatékonyabb fogyasztás, kevesebb interferencia és lossless formátum továbbítása. De nem, az Apple maradt az 5.0-ánál, pedig az Apple Music képes a lossless formátumra, és itt vannak a szuper eszközök, mint az AirPods Max, amit audiofilek is azt mondják, hogy a most egyik legjobb elérhető árértékarányú headset, ugye fejhallgató, és amúgy leesett most az ára, tehát az eredeti ilyen 230-40 ezer forint helyett most már akár ilyen 140 ezerért is elérhető, és az eddig istenített Sony VXM 1004, ide kírom, ami olyan 100-110 ezer forint körül volt, most tényleg pariba van nagyjából az ára, és nem tudja a lossless formátumot, pedig ha valaki ilyen szintű zenei élményt szeretne egy fejhallgatóban, akkor nyilván, hogyha költ ennyit, akkor akarná, hogy legyen a lossless formátum is, nem, erre is majd várnunk kell mondjuk jövőre vagy ki tudja meddig. Ugye ez az év nagy részben az iPhone 13-nak a kameráiról szólt, pontosabban a hátlapi kamerákról, az előlapiról nem véletlen nem esett szó, ugyanis ugyanaz maradt, mint ami az iPhone 12-be volt akkor, amikor az Apple a bejelentések során még a legolcsóbb ipad -be is betette azt a funkciót, ugye az előlapi kamerába, amit Center Stage-nek hívnak, ami egy nagy látószognak köszönhetően és egy bizonyos zoom lehetőség által, hogyha az ember mozog, akkor rázoomol, vagy akár követi őt a kamera. De nem, az iPhone-ba, ami egy 400 ezeres készülék, persze, hogy nem rakja bele az Apple, miért is rakná bele? Nagyon-nagyon idegesítő. Hát reméljük, hogy a HDR4, ami egy szoftveres funkció, annak köszönhetően a tavaly óta semmit nem változott előlapi kamera azért tudja majd tartani a, a más gyártóknak jövőre megjelenő készülékeivel a szintet. Hát meglátjuk, és arról nem is beszélve, hogy milyen szoftveres limitációk vannak az iOS-ben, amiben nagyon jó, hogy tavaly belekerültek a widgetek, de most nekem Android után váltva az, hogy nem tudok interaktálni velük, hogy ott van mondjuk egy mail app, és látom az utolsó e-maileket, de nem tudok mondjuk scrollozni, vagy ugyanez igaz a Spotify-ra, olyan low-hanging fruitok, -ok, amik nagyon egyszerűek lettek volna, és nem ugrotta meg az Apple ezeket a dolgokat. Úgyhogy lehet, hogy maradok Androidnál, még fog jönni egy videó, amiben összehasonlítom az Androidnak az Operációs rendszereinek a... a jobb dolgait, ami egyszerűen jobb, pedig megbukom van, ipad van, de ezt kell, hogy mondjam, illetve még mielőtt egy végső döntést hozok az iPhone kapcsán, még egy erős videós tesztel is fogok jönni. Amúgy meg nagyon sok videós tartalmam van, ami a, a kreálásról szól, bemutatok különböző eszközöket, mint például ezt a mikrofont is már bemutattam, a vállalkozásról is írtam egy könyvet, itt van fent mögöttem, erről készült egy napi vlog sorozat, ha gondolod, nézd meg, és ha most találkoztunk először, akkor Nyomja a feliratkozás gombra, és a csengőt is nyom be, hogy ne maradj le például ez az Android tapasztalatos videóimról se. Köszi szépen, hogy itt voltál, remélem még találkozunk. Szia! Sziasztok!